Szobrok, műalkotások. Csendben, olykor észrevétlenül, de együtt élünk velük. Emlékeztetnek, jelképeznek. Van olyan, amelyeket engedély nélkül építettek, mégis áll. Van, amelynek eltávolításához kell engedély. Ez utóbbit ma kisebb-nagyobb vihar kavart. Lássuk, hogyan látja ezt az utca embere. Ugye, ki volt Károly Mihály? Hú, ilyen történelmi kérdésekre azt hiszem nem tudok válaszolni, tényleg. Nem tudom. Nincs iskolai vinta. Politikával kapcsolatban volt, de már a, sajnos a történelmi tudásom kicsit megkopott. Károly Mihály? Húha. Egyik uralkodónk? Hát ő képzőművész. Nem tudom. Festő szerintem. Úristen, erre most hirtelen nem tudok válaszolni. Politikus volt. Nem tudom milyen időben. Hát vagy politikus, vagy festő. A miniszterelnök. Fogalmam nincs. Magyarország miniszterelnöke volt. Hova helyeznéd előtt? Melyik század? 15-6. Hú, egy ilyen miniszter volt. Pénzügy. Gyere, Petikém! Ki volt Károly Mihály? Kajadalom, passz. Érsek. Biztos, hogy politikus volt, és nagyon utálták. Ezt tudti. Gróf a első magyar köztársaság köztársaság elnöke, később miniszterelnöke, 1945 után párizsi magyar nagykövet.